A Magyar Marketing Szövetség és a Launch Group nem csak egy streaming csatornája, a Play, amelyen megjelennek majd a konferencia előadásai, hanem ez egy igazi, exkluzív tudásbázis lesz. Interjúkkal, backstage információkkal, és a mai interjúnk lényege a kerekasztal beszélgetések is, amelyeket szintén itt teszünk közzé a Summit Play-en, és amelynek moderátora Simon Krisztián, a Brandmania műsorvezetője, a marketing és média főszerkesztője, illetve ebben az évben a konferencia exkluzív kerekasztal beszélgetéseinek a moderátora is. Krisztián, engedd meg, hogy az első kérdésem kicsit messzebbről induljon. Engem nagyon érdekelne, hogy hogyan kerültél te bele ebbe a kommunikációs, média, brand, televíziózás, újságírás vonalba? Volt-e ebben egy meghatározó momentumod? Mesélj erről, kérlek! Minden 86-ban kezdődött, bár akkor még nem tudtam, hogy ezzel kezdődik minden, de láttam Maradonát focizni a világbajnokságon, lenyűgözött a játéka, és az is érdekelt, hogy mi van rajta. Milyen mez van, milyen szerelésben játszik, akkor még nem tudtam, hogy ez egy love brand, ezt csak később tanultam meg, hogy mi az. De láttam egy embert, és láttam a környezetet, ami körbevette, és elkezdett lenyűgözni az, és elkezdett foglalkoztatni az, hogy mitől működik egy játékos, mitől működik a sport, hogy van ez a szponzoráció, hogy vannak a partnerségek, egyáltalán hogy néz ki ez az egész piac. Aztán minden nagyon másképp alakult, de aztán egyszer csak kiderült, hogy valami ilyesmit fogok csinálni az életben, azok után, hogy teljesen más tanultam az egyetemen, de nagyon izgalmas volt belecsöppenni az újságírásba, és hogy nem, reklámmal, marketinggel, kommunikációval kezdtem el foglalkozni. Véletlenek nincsenek, de nagyon érdekesen alakult így. Térjünk most vissza az elmúlt időszakra. Rengeteg céggel kerülsz kapcsolatba a munkád folyamán, és mi az igazság szerinted, hogy sokat lehet hallani arról, hogy a szervezetek megsínylették az elmúlt időszakot, de nagyon sokat lehet hallani arról is, hogy pozitívan jöttek ki belőle, nagyon sok fejlesztésen mentek át, nagyon jó best practice-ek alakultak ki. Mi a te tapasztalatod ebben? Ilyen-olyanok is vannak, különféle ágazatok, különféle szereplői másképpen élték meg ezt az időszakot. Szerintem mindenki számára nagyon-nagyon nehéz volt. A kreativitás szerintem egy picit mindenhol háttérbe szorult, nagyon sokan a túlélésért küzdöttek, de voltak szerencsésebb helyzetben lévő ágazatok, meg cégek, meg márkák, akik szerintem elég jól abszolválták az évet, sőt kifejezetten nyertesként jöttek ki ebből az időszakból, de mindenki nagyon-nagyon sokat tanult, újra tervezésben biztosan, meg abban is, hogy valamit majd másképpen kell csinálni kommunikációban, marketingben, szóval sok új érdekes dolog jön szerintem a következő években. És mi a helyzet veled? Benned változtatott meg valamit a Covid? Te másképp nézel akár erre az iparágra, a kommunikációs szakterületre, szakemberekre? Sok mindenre másképp tekintek, és sokan mondják azt, hogy semmi sem lesz már a régi. Ezzel én is egyetértek, és azt is szeretném, hogyha nem lenne már a régi. És szerintem egy csomó olyan üzenetnek kell előtérbe kerülnie a marketing kommunikációban, ami arra vonatkozik, hogy vigyázzunk a földünkre, környezettudatosak legyünk, fenntartható módon gazdálkodjunk, éljünk, meg hogy ez a körforgásos gazdaság ez valamikor elinduljon, és szerintem ez egy nagy kihívás lesz minden márkának, hogy ez valamilyen módon megvalósuljon majd a jövőben, és úgy tekintek a cégekre, hogy azt szeretném, hogyha ezt úgy mindenki így a zászlajára tűzné, hogy ebben nagy változás legyen, ehhez szerintem változnunk kell nekünk is, hogy aztán változtatni tudjunk, de talán ez lesz a legnagyobb kihívás, meg ez az, amit én nagyon várok a szakmától, és úgy mindenkitől, hogy megvalósuljon valamilyen formában. És ha konkrétan ki kellene emelned a szakma elmúlt időszakából valamit, mi lenne az? Hát ha konkrétan ki kell emelnem, akkor az a leállás volt, ami szerintem olyan óriási riadalmat keltett mindenkiben, amilyet én még szerintem nem is tapasztaltam, de lehet, hogy mások sem. Hirtelen leállt az élet, leálltak a márkák, leállt a kommunikáció, nagyon sokan úgy vágtak büdzsét, hogy így eltűntek, mondjuk eltűntek a képernyőről. Szóval én ilyet még nem tapasztaltam, szerintem sokan megijedtek, én is megijedtem. És aztán az az időszak, ami ezután jött, az nagyon érdekes volt, hogy ki hogy tervezett újra 100-szor vagy 200-szor mondjuk tavaly, és volt megoldás, tehát mindig volt megoldás, és valahogy mindenki kijött belőle, nem mindenki jól, mert voltak, akik azért megszenvedték, de voltak jó megoldások, és szerintem ez azért valahol előre visz bennünket, meg hát egy csomó olyan digitális platform indult el, meg olyan fajta kommunikáció, ami korábban nem volt. Ezek az új utak, ezek szerintem valahogy így felvillanyozzák az embereket, és mutatják, hogy lehet jól csinálni akkor is, hogyha valami nagyon nehéz környezet van mondjuk körülöttünk. Nálatok az újságírásban vagy a televíziózásban mi volt jellemző? Hatott ez a tudás megosztás változására, vagy a kreativitásra, vagy volt valami általad is említett megváltoztatott működési struktúra, menetrend? Szerencsések voltunk, végig tudtunk forgatni szinte,
és így azon voltunk, hogy minden, ami változik most körülöttünk a világban, meg a cégeknél, a szervezeteknél, azt így nyomon kövessük, megmutassuk, hogy milyen változások vannak, hogy mennek át az irodák hibridbe, hogy dolgoznak az emberek, hogy a szervezetek totálisan hogy alakulnak át, és tök jó volt, hogy mi forgathattunk, és ezt meg tudtuk mutatni az embereknek, és szerintem ez egy nagyon érdekes világ, és tök jó, hogy a Brand Mania ezen így 100%-osan rajta van, és mondjuk pont ezt sugározzuk most az embereknek, hogy működik az élet, megy tovább, másféleképpen, mint ahogy eddig megszoktuk, de ehhez egy jó csatorna most a Brand Mania. És akkor most kicsit így a kerekasztal beszélgetésről konkrétan, mit vársz ettől a kerekasztal beszélgetéstől? 7 iparág képviselői lesznek ott, szerintem nagyon jó beszélgetések lesznek, izgalmasak, valószínűleg azért, mert egy olyan időszakon vagyunk túl, amilyen senkinek az életében nem volt. Rengeteg tapasztalat van, most már így egy évvel elteltével ebből az időszakból. Óriási kihívás volt mindenkinek. Szerintem sokan tépték a hajukat, hogy hogyan tudják megoldani a feladataikat, hogy hogyan kell változtatni. És biztos, hogy sok érdekes dolog fog majd elhangozni, pont emiatt, mert ennyire izgalmas időszak, persze nem kívántuk ezt, hogy így legyen, de nem nagyon volt az utóbbi időben, és ebből jól kell kijönni ahhoz, hogy versenyképesek maradjanak a cégek, és szerintem a megoldások megvannak, most meg kell őket valósítani valahogy majd. Hát akkor nagyon szépen köszönöm, Krisztián, az interjút, és akkor legkésőbb találkozunk ezen az exkluzív kerekasztal beszélgetésen. Hamarosan ott leszünk, így van. Alig várom. Én is. Köszönöm szépen.